A nemzeti ünnepünk kapcsán aranytól díjjal jutalmazott László Ágnes a következő vendégünk. Jó reggelt! Jó reggelt kívánok! Könnyes polcni anyagában egy néhány kis ízelítőnek szánt könyvet hozott, persze a díj mellett nekünk, amelyek hát önmagukban is sokat mondanak. Viszont egyik kedvence például az könyveket. Egyik. Igen, de Ági, neked is ez, ugye? Az egyik, nekem ez, igen. Ez meg legjobban tényleg. Igen. Ez 2009-ben, igen, 2009-ben jelent meg a Kossuth kiadónál, és borzasztóan nehéz volt összeválogatni abból a több száz interjúmból, amit az elmúlt évtizedekben készítettem, azt a párat, ugye, ami egy könyvben megjelenhet, és igazából a Kocsis András Sándor segített, és azt mondta, hogy válogasd össze azokat, amik tényleg arról szólnak, hogy erről még nem beszéltem senkinek. Mit jelent az, hogy erről még nem beszéltem senkinek? Mi az, ami kiderül? Hát ebben azok az interjúim vannak, ugye nagyon ismert emberek, és talán kevésbé ismert emberek is, akik vagy még soha nem adtak senkinek interjút, aha, vagy pedig, hogyha adtak is, akkor bizonyos dolgokról addig nem beszéltek. És a könyvnek a címadó interjúja az egyébként Németh Miklóssal készült, akit 7 évig győzködtem, amikor ő már nem volt itt, hanem Londonban volt, hogy mondja el nekem a határnyitás hiteles történetét, mondja el nekem igazából ezt a rendszerváltás elindulásához szükséges hátteret, hiszen büszke vagyok arra, hogy amikor 1989. március 3-án Moszkvában tárgyalt Gorbacsovval, akkor ott voltam. De ugye tudósítóként? Igen. De hát a titkos tárgyaláson ugye nem, és utána ugye ő azért nagyon sokáig egy koncepció alapján az újságíróknak sem mondhatta meg, hogy miről tárgyaltak másfél órán keresztül, de aztán 7 év után sikerült meggyőzni, és ezért lett ennek a könyvnek a címe. De mondom, ide sorolhatom például Szentgyörgyi Albert özvegyét, aki soha senkinek nem adott interjút, benne van. Ugyancsak a Goldberger Leó lánya, hogy egyáltalán Goldberger Leóval kéne foglalkoznunk, kicsit többet is, és a lánya Frederika elmondja, és ebben az interjúban olvasható az, hogy valójában mi történt a családdal. Elképesztő. A mi riporterünk is volt olyan szerencsés már a Híradóban, hogy készítetett egy interjút László Ágnes a díj átadás átvétel kapcsán, amelyben nekem nagyon szimpatikus volt mindjárt az első mondat, amit díjazok nagyon. Nem aranytól díjra, csak úgy egyszerűen elismeréssel adózom az önbizalma, az önérzete miatt vagy okán, hogy kimeri azt mondani, amit sokan vagy kevesen merik kimondani, hogy igenis, én ezt megérdemeltem, hiszen végülis 5 évtized munkája van abban, hogy letettem már valamit az asztalra. Nyilván ez is az 5 évtized eredménye, nem? Hogy valaki igenis látja a saját pályát visszamenőleg, és tudja, hogy ezt talán mások is előbb-utóbb elismerik. És kevesen maradnak ennyi évtizedig pont ezen a pályán. Több pályaelhagyó újságírót ismerek, mint pályamegtartó. Így van. De hát ugye én most nem vagyok már aktív újságíró, hanem a Kossuth kiadónak vagyok a kommunikációs vezetője, de az a szerencsém, hogy emellett azért interjúkat, mély interjúkat, portrékat készítek, és magyarul hát saját könyvet is írok, igen, mert úgy látszik, szóval én úgy azt is szoktam mondani egyébként, hogy újságírónak születtem, és újságíróként fogok meghalni, és számomra az újságírás egy hitvallás, és egy életforma, és borzasztó jó, hogy ezt még mindig művelhetem, azon túlmenően, hogy csodálatos dolog könyvekkel és szerzőkkel foglalkozni, és felépíteni szerzőket, megmutatni őket a nagyvilágba, segíteni nekik, hogy a könyveik ismerté váljanak. És hát mondom, igazából az, ami az interjúim folytatása, az most már negyedik éve az Értékteremtők könyvsorozatban jelenik meg, és ebben olyan emberekkel találkozom, beszélgetek és írok róluk, akik a hazám díjat kapják. Tehát
igazából megint az értéket, az értékes emberekkel találkozom, az értékes embereket tudom bemutatni, de egészen másként, mindig másként, mint a megszokott forma. Mit értesz ezen? Igen. Bocsánat, csak kíváncsivá tettél. Másként, mi az a fogás, amit keresel és találsz rajtuk, ami egy nagyon más szög, mint amit, amire azt mondod, hogy megszoktuk? Ennek azért van egy ilyen háttere, amit azt hiszem nem lehet megtanulni, érezni lehet. Igen. Hogy azt meg lehet tanulni, és az kötelező a pályán, vagy kötelező lenne a pályán, hogy nagyon-nagyon felkészülök minden emberből. De azt már nem lehet megtanulni, hogy pontosan azért, mert felkészülök, ráérzek egy pontra az életéből, ami nincs kibontva. És akkor az iránt kezdek el érdeklődni, és abból indulunk el a beszélgetés során, és mindig kiderül az, hogy hát ők erről még nem beszéltek senkinek. Jó irányba szoktál erre az egy pontra rátalálni. Igen, meglepődnek, nagyon sokszor meglepődnek, de nagyon nyitottá válnak, és azt hiszem, hogy ez pedig egy adottság. Figyelem, hogy meg tudom empatia. Nyitni az embereket, mert bizalmat tudok bennük gerjeszteni, és soha nem éltem vissza. Pont ezt akartam mondani, ez annyira hozzátartozott a mondathoz, hogy a bizalom alatt ember nem él vissza. Más időben, más korszakban kezdtem még az újságíró pályát, és itt megint csak a híradós riportra tudok visszahivatkozni, amikor azt mondja, hogy hát bizony ma már inkább ezek a rohanós, felületes, celebvilágról szóló riportok érdeklik az újságírókat, miközben lehetne értékes emberekkel, értékes történetekkel is foglalkozni. Most hát az öné azt hiszem, hogy ilyen, úgyhogy ezt csak gratulálni tudunk, és ez a minimum volt, ez a díj, ami már kiárt ezért. Amihez még egyszer mondom, csak gratulálni tudunk. Köszönöm szépen. És köszönjük szépen, hogy eljött is. További jöttem, nagyon sikeres. Köszönöm szépen.